Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez az Oxigén Televízió regionális híradója október 14-én hétfőn. A polgármesteri jelöltekre leadott szavazatok újraszámlálását kezdeményezi Győrben az ellenzék. Mosonmagyaróváron maradt a regnáló polgármester, és rekordgyőzelmet aratott a győri Audi Etokácia bajnokok ligájában. A részleteket azonnal mondjuk, de előtte mutatjuk ma esti kiemelt híreinket röviden. Borkai Zsolt lett Győr polgármestere, rendkívül szoros végeredménnyel nyerte meg a választást a városvezető. Túlnyomó többségbe került a Fidesz a megyei közgyűlésben, a párt 15 mandátumot gyűjtött be. Parasportági ízelítő, a Méhecske Alapítvány rendezvényén sérült és egészséges emberek mozogtak együtt. És marad az indián nyár, kellemes időnk lesz sok napsütéssel. Borkai Zsolt lett Győr polgármestere, aki rendkívül szoros küzdelemben utasította maga mögé az ellenzéki összefogás színeiben induló Glázer témát. A harmadik, illetve a negyedik helyen két civil szervezet jelöltjei végeztek. A győri közgyűlésben marad a fideszes többség, és a megyei közgyűlésben is a kormánypárt képviselői szerezték meg a legtöbb mandátumot. 16 választókerületben és 96 szavazókörben adhatták le voksukat Győrben a választópolgárok. Idén a jogosultak 44,18%-a járult az urnákhoz, 12%-kal többen, mint 5 évvel ezelőtt. Akkor Borkai Zsolt polgármester a szavazatok 63%-át kapta meg, idén azonban szorosabb eredmény született. A Fidesz-KDNP színeiben induló politikus 44,33%-kal nyerte meg a választást. Glázer Tímea az ellenzéki összefogás jelöltjeként a választók 42,86%-ának bizalmát nyerte el. Csalódottak vagyunk egy kicsit, mert szerettük volna átvenni a város vezetését. Mi úgy gondoltuk, hogy győzni fogunk, hiszen az elejétől fogva összeállítottunk egy olyan programot, amely a választópolgároknak a javaslatai alapján volt. Sajnos közben jött az elmúlt hétnek a felfordulása a városba, hogy így mondjam, ami teljesen kizökkentett minket is, és úgy gondolom, hogy a Fideszt is kizökkentette a rendes kampányból. A Civilek Győrért Egyesület színeiben induló Kovács László a szavazatok 8,44%-át szerezte meg. Én meg vagyok hatódva, néztem a szavazatszámokat is, amik a százalékok mögött vannak, nem számítottam ennyi szavazatra. Én minden győrinek szeretném megköszönni, illetve a csapatomnak is, hogy ezt a munkát bele tudtuk ebbe fektetni, és ilyen jó eredményt tudtunk elérni, mert egy új szervezetként gyakorlatilag úgy értékelem, hogy ez a harmadik hely, ez egy nagyon jó hely a polgármesteri választáson. Az Összefogás Győrért Egyesület polgármester jelöltje Balla Jenő volt, akire a választók 4,37%-a szavazott. Én úgy érzem, hogy az Összefogás Győrért ezzel a csapattal, azzal a költségvetéssel, amivel dolgoztunk, a legjobb eredményt tudtuk elérni. Nagyon bízok benne, hogyha legközelebb egy választáson fogunk tudni indulni, és lesznek támogatóink, vagy magasabb költségvetésünk, én biztos vagyok benne, hogy lényegesen jobb eredményt tudunk elérni. Fontos megemlíteni, hogy mi civilek vagyunk, amennyiben egy logó lenne mellettünk, vagy párttámogatás, akkor nem ezt az eredményt értük volna el. Az Összefogás Győrért Egyesület 1, a Civilek Győrért Egyesület 2, az Ellenzék 4, a Fidesz-KDNP pedig 15 mandátumot szerzett a képviselőtestületben. A megyei közgyűlésben szintén 15 hely jutott a Fidesz-KDNP-nek, egyel több, mint az előző ciklusban. Két mandátumot szerzett a Demokratikus Koalíció, a Jobbik és a Momentum is. Elsősorban a polgármesteri szavazólapok és néhány körzetben a képviselőjelöltek szavazólapjának újraszámlálását fogja kezdeményezni a győri ellenzéki összefogás. Glázer Tímea, a DK győri szervezetének elnöke felidézte, hogy Borkai Zsolt és közte mindössze 641 szavazat volt a különbség, az érvénytelen szavazatok száma pedig 1381 volt. Polreisz Balázs, az MSZP győri szervezetének elnöke elmondta, hogy az újraszámolandó választókerületek számát még nem tudják, egyelőre a jegyzőkönyvek átvizsgálásánál tartanak. További részletek keddi híradónkban. Nem csak a városi, hanem a megyei önkormányzati választásokat is megtartották vasárnap. Itt a Fidesz jelöltek kapták a legtöbb voksot. Egyel több mandátuma lesz a kormányzópárti képviselőknek Győr-Moson-Sopron megyében, mint az elmúlt 5 évben. Átalakult az ellenzék összetétele is. Az MSZP nem jutott be a megyei közgyűlésbe. A Momentum viszont két mandátumot is szerzett. Elsőprő Fidesz győzelmet hozott a választás a megyei önkormányzati szavazáson. A kormánypárti képviselők 15 helyet szereztek a testületben, ez egyel több, mint az előző ciklusban.
nem csak a megyei közgyűlésben biztosítja a Fidesz-KDNP a többséget, és ezáltal a jó együttműködést a településekkel, illetve a kormánnyal, hanem a nagyobb települések mindegyikén sikerült megőrizni a fideszes polgármestereket, sikerült megőrizni a fideszes közgyűlési többségeket, úgyhogy ez garantálja azt, hogy mind a megyében a településekkel, mind a megye és a kormány között a kapcsolat változatlan lesz, és ez azt gondolom, hogy nagyon fontos a megye szempontjából. A részvétel is jóval magasabb volt, mint 5 éve, míg 2014-ben 44% volt az arány, addig idén a választópolgárok csak nem fele járult az urnákhoz. A lényegi munka pedig napokon belül elkezdődik. Az alakuló ülést 15 napon belül kell megtartani, itt választunk majd tisztségviselőket. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések néhány napon belül lezajlanak, és várhatóan a jövő hét első felében az alakuló ülésre is sor kerül, ahol ezek a választások megtörténnek, a munkát pedig tovább fogjuk folytatni. A megyei közgyűlésben egyébként 2-2 mandátuma lett a demokratikus koalíciónak, a Jobbiknak és a Momentumnak is. Az MSZP viszont nem jutott be a megyei közgyűlésbe, annak ellenére, hogy korábban 2 képviselőjük is volt. Független képviselők sem jutottak be ez alkalommal. Továbbra is Árvai István lesz Moson-Magyaróvár polgármestere. A regnáló városvezető a szavazatok több mint 42%-át gyűjtötte be. Legnagyobb kihívója a Moson-Magyaróvári polgári kerekasztal jelöltje Szabó Miklós 31,5%-ot kapott. A részvétel egyébként elmaradt az országos átlagtól, a választók 36%-a voksolt. Tatabányán 29 év után ellenzéki jelölt ülhet a polgármesteri székbe. Az összellenzéki jelölt Szűcsné Posztovics Ilona a voksok csak nem felét begyűjtve nyerte meg a választást. Schmidt Csabára 46,4% szavazott, mintegy 600 voksal kapott kevesebbet, mint a győztes. Forgalomba állt az első felújított Talent vonat Győr és Bécs között. A MÁV az osztrák vasúttal 2 évre szóló szerződést kötött a 10 szerelvényből álló flotta felújítására, ami jövő év végére fejeződhet be. Az első vonat a Győr-Hegyeshalom vasút vonalon állt forgalomba, felújították a fékrendszert, a vezetőállást és az utasteret egyaránt. A vonatok egységes kékfestést is kapnak. Hamis parfümszállítmányt találtak egy lengyel kisteherautóban az M1-es autópályán. A jármű rakterében több mint 2000 üveg különféle márkajelzésű, hamis illatszerre bukkantak a vámosok. A szállítmány értéke 37 millió forint. A NAV munkatársai a rakományt lefoglalták, a sofőr ellen pedig büntető eljárást indítottak. Két rekordot is megdöntött a győri Audi Etókácia Cseh Banik Most otthonában vasárnap. A győriek a Bajnokok Ligája a második fordulójában 46-21-re nyertek, ami a sorozatban egy mérkőzésen lőtt legtöbb gól és a legnagyobb különbségű sikerklub rekordját is jelenti egyben. A mérkőzés legeredményesebb játékosa Stine Oftedal volt 10 góllal, Eduarda Amorim és Annemette Hansen 7 találatig jutott. A címvédő Audi Eto eddig 2 győzelemmel áll a BL-ben, jövő szombaton a szlovén Green Mercator Ljubljana otthonában szerepel. Nincs sok ideje a pihenésre az Audi Eto KC-nak, szerdán újabb bajnoki mérkőzésen lépnek majd pályára, az ellenfél pedig ezúttal az Érdgárdája lesz. A találkozó előtt Eduarda Amorimot kértük arra, hogy értékelje a vasárnapi találkozót, illetve mondja el, mit vár a hétközi összecsapástól. Nagyon jó érzés, nagyon jól játszottunk. Végül az előző meccsek egy picit furcsa volt, az első félidő nem jó, a második egy picit jobb, és most sikerült 2 félidő, nagyon jó. Azt tudtad, hogy 2 rekordot is megdöntöttetek? Ez nem tudom majd. Mikor volt a végén meccs, Tomás mondta nekünk, hogy 25 plusz, ugye? Ez volt a rekord. Jó, hogy ott vagyok sok rekord a klubnak. És hát szerdán pedig következik egy újabb mérkőzés, rangadó az Érd ellen. Sok időtök nincs a pihenésre. Nincs, és köszönjük is, de jó meccs lesz. Úgy érzem, hogy most nagyon jó a csapat, nagyon jó atmoszféra. Erős vagyunk, jó játszunk, és remélem jó meccs lesz. 82-68-as győzelmet aratott az Uni Győr mélyi út a Peac ellen. A győri kosarasok az első negyed döntetlenje után a második és a harmadik játékrészt is nagyon magabiztosan nyerték meg, előnyük pedig kitartott egészen a végéig. Az Uni Győr így 4 mérkőzés után 3 sikerrel a harmadik helyen áll a tabellán. Legközelebb szerdán a portugál Olivai ellen lépnek pályára Milos Pavlovics tanítványai.
Kerekesszékes kosárlabda, ülőröplabda, ergométeres evezés, csak néhány azon sportágak közül, amelyeket ki lehetett próbálni az első parasportág ízelítőn Győrben. A Méhecske Közhasznú Alapítvány rendezvényén együtt mozogtak az egészségesek és a sérültek, akiknek vendégek is segítettek a döntés meghozatalában. Ott volt a többszörös országos bajnok parakenús Szomszéd Máté és az első magyar exatlon győztese Huszti Kata is. Csörgőlabda bemutató a sérültek és egészségesek közös sportnapján. Az első parasportág ízelítőn olyan sportágakat lehetett kipróbálni, amelyekben az egészségesek és a sérültek egyaránt jól érezhetik magukat. Bárki jöhet erre, egészségesek és sérültek, azt szeretnénk, hogy az integráció, ugye ez nagyon fontos számomra, én is érintett vagyok benne, úgyhogy ezt a lelkemen is, tehát ez belülről jön ez a sport. A rendezvény a Magyar Paralimpiai Bizottság számára az utánpótlás nevelés miatt is fontos volt. Mindegyik sportágban szeretettel várjuk a fogyatékkal élőket, próbálják ki magukat, és utána eldől, hogy most ők élsportolók vagy szabadidősportolók lesznek. Ez egy egész életen át tartó foglalatosság is lehet a számukra. Van olyan parasportoló, aki atléta volt korábban, bronzérmet nyert paralimpián, most pedig tekivel foglalkozik, látássérült sportoló. A győri Szomszéd Máté 2007-ben kezdte el a parakenuzást, azóta több magyar bajnoki címet is begyűjtött. Mindenféleképpen része a sporttevékenységnek az, hogy a sorstársainkat segítsük, és jó példával járjunk elől, és ezen az eseményen is bemutassuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak abban, hogy túl tudjanak lépni saját és mások határain is. A résztvevők a magyar exatlon első győztesétől is kaptak bátorítást. Egy parasportolónak is azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint egy egészséges sportolónak, ugyanúgy kell sportolni, ugyanúgy el kell indulni mélyről, talán még mélyebbről is, mint egy egészséges embernek, viszont soha nem szabad feladni. Ha szeretne valamit, akkor tényleg küzdeni kell az álmaiért, a céljaiért, és ha nem adja fel, akkor biztos, hogy ott van az a cél, és egy boldog életet élhet, úgyhogy közben sportol. Az eseményen több mint egy tucat sportág mutatkozott be. Borkai Zsolt lett Győr polgármestere, rendkívül szoros végeredménnyel nyerte meg a választást a városvezető. Túlnyomó többségbe került a Fidesz a megyei közgyűlésben, a párt 15 mandátumot gyűjtött be. Parasportág ízelítő, a Méhecske Alapítvány rendezvényén sérült és egészséges emberek mozogtak együtt. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Folytatódik az indián nyár térségünkben az előrejelzések szerint. Hétfő reggel párás, de túlnyomóan napos, száraz időre ébredhetünk. Többfelé mérhetünk már a délelőtti órákban is 20 fok feletti csúcsokat, ugyanakkor a megélénkülő szél miatt ezt néhány fokkal hűvösebbnek érezzük majd. Délutánra teljesen kitisztul az ég, továbbra is 20-24 fokot mérhetünk, de a szél nem csillapodik. Este is derült, csillagfényes időjárásunk lesz. Szerdára egy térségünkben feloszló hidegfront érkezése valószínű. Jelentős változás nem okoz, 1-2 fokkal csökkenhet a hőmérséklet. Marad a napos száraz idő sok napsütéssel, csütörtökön és pénteken is hasonló időjárást jósolnak a szakemberek. A hét utolsó munkanapján zavarhatják csak meg helyenként felhők a napsütést. A légmozgás északnyugatira fordulhat, de várhatóan gyenge marad, számottevő csapadék nem valószínű. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió október 14-i híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Győr-Moson, Sopron és Komárom-Esztergom megye legfrissebb híreivel holnap este 7 órától újra várjuk majd Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk akkor is. Addig jó éjszakát, kellemes pihenést kívánok, a viszontlátásra!